Különleges kötet bemutatón vehettek részt tegnap az olvasótábor résztvevői és az Attila úti ovisok. A Noé bárkája című kiadványban versek formájában elevenednek meg Németh János ismert állatfigurái. Nem kifejezetten csak erre az alkalomra készítettem ezeket a különböző állatszobrokat, főleg amik vannak a könyvben, hanem már korábbi éveknek a munkái, tulajdonképpen ebből egy válogatás. És olyan válogatás, amihez jellegzetesen szól egy-egy olyan versnek a gondolata, amit hát egy gyerek érzékel, és amiből talán tanulhat is valamit. A Kossuth díjas keramikus alkotásai nem csak Péntek Imrét, József Attila díjas költőt ihlették meg. A csaknem 40 verset tartalmazó kötet 20 művének Kelemen Gyula szerzett dallamot. Az a helyzet, hogy a gyerekeknek azonban úgy tudjuk közelvinni, hogyha játékos formába bevonjuk majd őket az előadás során a különféle dalok előadásába, mert ekkor válik igazán élményé számukra. Dörzsöljük a kezünket. Jó, most az a kérése, hogy ez a fele dörzsölje a kezét, ez a fele pedig szépen kezdődik, hogy a dörzsöljük magam. A kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló kötetet és az Énekmondó Együttes közreműködésével készült CD-t a 90. ünnepi könyvhét keretében mutatták be a Halis István Városi Könyvtárban.